A közlemény szerint további 249.700 ember akut légúti fertőzés tüneteivel jelentkezett orvosánál. Az adatokat ismertetve azt írták, hogy a 48. héten az influenza-szerű megbetegedés tüneteivel orvoshoz fordulók 26,5%-a 14 év alatti gyermek, 33,8%-a 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt volt, 28,3% pedig 35 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, míg a betegek 11,4%-a 60 év feletti volt. Az akut légúti fertőzések esetében a betegek 46,8%-a volt gyermek, 25,2% fiatal felnőtt, 18,9% pedig 35 és 59 év közötti, és 9,1% 60 év feletti, közölték televíziónkkal. Már szeptembertől megszaporodott a száma a légúti panaszokkal jelentkező betegeknek, és hát az utóbbi néhány hétben még fokozottabb mértékben, most már így napi szinten 5-10-15 páciens is jelentkezik ilyen jellegű panaszokkal, ami legtöbbször torokfájás, nátha, fejfájás, izomfájdalmak, és hát a köhögés, ennek is különböző formája, enyhébb, könnyen fölszakadó váladékkal, vagy ilyen kínzó, száraz köhögés, köhögési rohamok, szinte fulladásig fokozódó tünetek. És ezek között nagyon gyakori a COVID fertőzött. Több betegem már úgy jelentkezett, hogy ő elvégezte ezt a gyors tesztet, ugye, amit lehet kapni patikákban, és hát pozitív eredményt kapott. Kitértek arra is, hogy a légúti figyelőszolgálat keretében 266 beteget vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 28-an részesültek intenzív ellátásban. De nem csak az influenza, hanem a covidos tünetekkel is felkeresik a házi orvosi rendelőket. Azt szoktuk javasolni, hogy aki belázasodik, mert ugye nem mondtam nyilván, hogy a láz az egyik vezető első tünet, akár még semmi más panasz nincsen, hogy aki belázasodik, ilyen légúti tünetei vannak, legszerencsésebb, hogyha otthon marad, nem megy közösségbe és nem terjeszti a betegséget. A COVID fertőzötteknek is ugyanezt szoktuk javasolni, mert most már minden kötelező rendszabály megszűnt, nincs karantén, nem kötelező az otthonmaradás, de mint említettem, nagyon erősen ajánlott, és hát akár lakáson belül is, ha megoldható, elkülönülni az egészséges családtagoktól, hogy ne adjuk tovább a fertőzést. A szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagértéke emelkedett koncentráció mellett továbbra is stagnál, közölte jelentésében az NNGK. Azt írták, a helyszínek döntő többségét stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés Tatabányán, míg csökkenés Debrecenben tapasztalható. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja Nyíregyházán és Pécsett a magas, a többi mintavételi helyen pedig az emelkedett tartományba esik.